Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! Julival mindig történik valami. Juliska! Ő a családanya, a feleség, a folyton agonizáló fiatal nő, aki nem megy el szó nélkül a hétköznapi élet dolgai mellett. Juli élete itt a Morning Show-ban. Juli, hello! Jó reggelt! Hello! Hogy vagytok, srácok? Jó, sűrű reggel, sok mindenről beszélünk, sok témánk van, de hát szeretjük. Zajlik az élet. Zajlik az élet. Képzeljétek el, tegnap este a Csepkő gyermekotthonban voltam örömsüti esten. Na, az mit jelent? Az örömsüti az egy civil kezdeményezés, egy csoport, a Facebookon nőtték ki magukat, és az a lényeg, hogy teljesen civil emberek, anyukák, hobbicukrászok, nagymamák, lelkes amatőrök karácsony előtt, illetve most már állítólag, most már húsvét, meg mindenféle alkalomból sütiket sütnek intézményeknek. Ez azt jelenti, hogy összejönnek 10-15-en, és sütiznek. Tehát az csinálnak linzert, csinálnak bögrésütit, csinálnak tortát, mézes kalácsot, mindenféle. És ezt odaadjátok valakinek? És ezt fogják az egészet, és elviszik egy-egy intézménynek. Októbertől elkezdik hívni ezeket a öregek otthonát, gyermekotthont, idősek otthonát, és a többi. És megkérdezik, hogy szükségük-e van esetleg ilyen. És a Nébik tud erről? Csak állítólag kérdez. Tud. Én nekem ne, is hogy az volt, legyen, mint a győri süti vásáron. Igen, tehát állítólag ott ugye az volt a probléma, hogy ott pénzt fogadtak el cserébe. Ők nem fogadtak el. Nem lehet adni adományt. Hogy ellenőrizhetetlen kvázi az, amit csináltak. Ugyanez és, volt. Aha. Mert hogy én egy cikket írok erről a csoportról, és ez volt az első kérdésem, hogy aztán nehogy ebből bajuk legyen. De azt mondták, hogy ők ezt állítólag valahogy ezt megkérdezték a jogszabálynak. De egyébként tök fura, mert a lányomnál ugye úgy volt, hogy oda csak úgy lehetett vinni bármiféle süteményt, hogy csak boltba lehetett vásárolni, és hogyha hoztad a blokkot a fiamnál, például bármit be lehetett vinni. Tehát, hogy ott a házi készítésű süteményt is, úgyhogy szerintem tök eltérő, hogy ki mit a hivatalos verdikt az például óvodába se vihetsz be házi akár süteményt, olyat kell, amit olyan helyen csináltak, és legyen róla számla tálcukrászdában, és nem a pénz miatt, hanem amiatt, hogy ha kitör egy mérgezés az óviba, akkor te azt tudod mondani, hogy nem az én tortámtól volt, mert én ezt hivatalos helyről vettem. De nagyon helyesek, nagyon cukik voltak a gyerekek, hát egy kicsit összeszorult a szívem, ahogy ott jöttek ki, mert egy Mikulás előadás után volt ott ez a sok tálca sütemény, és volt egy kisfiú, aki olyan Milán korabeli volt, és ahogy elvette azt a sütit, és úgy felnézett, és úgy megköszönte, hát úgy azért, hogy kicsit összeszorult a torkom. Cukik voltak a srácok. És milyen sütit sütötte? Én nem sütöttem, én csak cikket. És a Mikulás adott számlát? A Mikulás. Nem volt. De volt Mikulás, de házi Mikulás volt, házon belül intézték. Lehet, hogy ezt jelentenem kéne? Lehet. Vigyázz, saját zsebükbe rakták a pénzt. Na, de akkor jó volt ez a lényeg. Na, nagyon kellemes volt, jó hangulatú volt, úgyhogy kicsit feltöltekeztem. Jól van. Mit hoztál nekünk? No, egy nagyon érdekes és szerintem jópofa kezdeményezéssel találkoztam. Ugye a magyar oktatáspolitikát rendszeresen éri az a kritika, hogy egy csomó felesleges dolgot tanítanak a gyerekeknek az iskolában. Tehát 18 évesen úgy kerülnek ki a gyerekek az iskolából vagy az iskolapadból, hogy baromi jól tudják, hogy mi az, hogy tangens, meg kotangens, meg kovalens kötés, de egy ajánlott küldeményt nem tudnak feladni, vagy önéletrajzot normálisan írni. És ez a program, ez olyasmit tanít, amit az életben nagyon jól fogsz tudni hasznosítani. Havonta egyszer lehet ilyen órán részt venni, és csak olyan pedagógus taníthatja ezt, aki előzetesen regisztrál ebbe a programba, most már van 300 vagy 400 ilyen iskola, de az a lényeg, hogy lehet ilyesmit tartani, hogy boldogság óra, boldogság oktatás. Aminek a lényege az, hogy a gyerekeknek nem egy ilyen problémamentes életpálya modellt tanítanak meg, vagy vetítenek eléjük, hanem olyan megküzdési stratégiákat tanítanak a gyerekeknek, amit aztán az hétköznapi életben nagyon jól fognak tudni hasznosítani. De mivel ettől a gyerek, küzdesz? Hát bármivel küzdesz. Tehát, hogy például miért ne dédelgesd a haragot, miért ne engedd el a mérget, ami benned van. Miért ne dédelgesd sem a haragot? Igen, ezt tanítják a gyerekemnek? Hát például többek között. Tehát, amikor te mérges vagy egy másik emberbe, akkor sok indulat, sok feszültség van benned, és baromi nehéz megbocsátani. És például olyan technikákat tanítanak, hogy hogyan tudod te megbocsátani ezt a mérget, miért lesz neked jobb, hogyha megbocsátasz, mitől, hogyan fogod tudni elengedni ezt a dühöt. És az a célja ennek a történetnek az, hogy ezek a gyerekek sokkal kiegyensúlyozottabbak, sokkal elégedettebbek lesznek,
a későbbiekben. Mert ez már megy, ez az oktatás? Igen, és a visszajelzések szerint egyébként nagyon-nagyon sikeres. Nem tudom egyébként, hogy havi egy alkalommal mit lehet elérni, mert hogy ez csak havi egy alkalommal van. Az általános iskola? Igen. Általános iskolában tanítják a gyerekeknek. Igen. Hogy azon gondolkodom, hogy van elég bajuk szerintem a tanítóknak, pedagógusoknak a tanítással már, hogy így is nagyon sokat kell tanulni. Ugye a Jani is elmondta már számtalanszor, hogy este még hazamész és tanulsz egy csomó dolgot. Az szerintem nem az iskola feladata, hogy ajánlott küldeményt megtanítsunk a gyerekünknek föladni, hanem szerintem a szülőjé. De hogy ez a boldogság cuccot még így belerakod ebbe a dologba, ez jó, belefér ez az iskolai oktatásba? Hát, bele kell férjen? Én erről nagyon más gondolok, szerintem ez kéne, hogy igazán beleférjen. Aha. Tehát ez kéne, hogy igazán beleférjen, és erre kéne igazából felkészíteni őket. De mire a boldogságra? Mondom. Azt a tényleg az iskolától várod, hogy a boldog gyereket neveljen? Az iskolának elsősorban igen, ez lenne a feladata, így van, hogy nem szorongó, teljesítménykényszeres, a felelőstől félő, azt kérdezem, amit nem tudsz című oktatást adnál, hanem azt erősítené benned, amit tudsz. És ehhez hozzátartozna az, hogy beszélgessünk a boldogságról, hogy ne féljél a felelésről. De most itt csak a módszerről beszélünk, mert hogyha a boldogság órán ugyanazzal a módszerrel faggatom ki a gyereket arról, hogy készült-e a boldogságból, ugyanúgy szorongani fog. Dehogy is, Feri, Jézusom, dehogy is. Nem értem, dehogy is. Nem faggatod a gyereket, hanem leülsz, középen a tanár, köréd ül 10 gyerek, és beszélgetek. Ez az osztályfőnök jól, nem faggatod a gyereket, nem felelteted, hogy mi a boldogság, ülj le egyes, hanem beszélgetsz vele, és elkezded bizonyos dolgokra, egyfajta csoportterápiával megtanítani. Ez igazán oldja a szorongást, nem szorongóvá teszi a gyereket. Tehát más a módszer. Hát figyelj arra, amit mondod. Hát figyelek arra, amit mondod. Más a módszer. Hogy a gyerek elkezd szorongani, attól, hogy felel boldogságból. Igen, de ha te így csinálnád meg a boldogság órát, igen, hogy felel, akkor szorongani fog. Ha nem így csinálod meg, hanem beszélsz róla, akkor nem fog szorongani. De ez erről szól. Tehát az oktatási módszerről vitatkozunk, mert ha a matekot is úgy fogod tanítani, hogy nem számon kérsz, hanem játékosan, akkor a matektól se fog félni. Igen, nem, te a felvetésed az volt, hogy belefér-e. Én meg azt mondom, hogy alapjában bőven bele kéne, hogy férjen. Nem is havi egy órában, havi több órában. Szorongó, neurotikus, a feleléstől félő, brutálisan megterhelt gyerekek jönnek ki az iskolából, úgyhogy egyébként egy kiló kenyeret nem tud megvenni az iskolában, de tudja, hogy mikor halt meg Mária Terézia. Baromira fontos, de alapjában nem ez lenne a fontos, hanem azon képességeket erősíteni, és valójában az igazi életre felkészíteni őket, és nem szétterhelni, és neurotikussá tenni őket, amiről ma a magyar oktatás szól. 600 óra, 600 követelmény. Igen, ezt gyors, tudjuk, hogy ez gyors rossz. Haladás, gyors tanulás, lexikális tudás már nem itt kéne, hogy tartson egyébként az oktatás, mert nem ez az igazán fontos. Igen, csak te itt arról beszélsz, hogy alapvetően reformáljuk meg az összes dolgot, és ezzel tökre egyetértünk, csak most jelen pillanatban van valami, amit megtanítanak, és arra még ráültetünk ilyet, érted? Tehát ha te azt mondod, és akkor tökre igazad van, akkor veled vagyok, hogy gyerekek, nem jó az egész módszer, de ha most azt mondjuk, hogy egyébként meg kell tanulni a Mária Teréziát, és férjen még boldogság még órára kell menni, az nem tudom, hogy én nagyon támogatom ezt. Ez nagyon jól hangzik, ez a boldogság óra, de ennek azért van egy sokkal egyszerűbb módszer, mégpedig az, hogy például a Balázs által felvetett feszültséget, meg azt a traumát, amit a gyerekeknek az állandó teljesítménykényszer okoz, feloldják, mégpedig az, hogy a tanárokkal boldogságóra gyanán, de mondjuk én nem így hívnám ezt a dolgot, minél több közös programot csináljanak, ahol sokkal közelebb kerülnek egymáshoz. Gyerekek, mert addig, amíg a gyerek számára mumus a pedagógus, amikor bejön, és itt jön a szigorú Marika néni, aki minden nap feleltet, minden nap dolgozatot írt velünk, és ja Istenem, már meglátom a folyosón, már befeszülök tőle. Ha viszont megismerem azt a tanárt, és sok közös programot csinálunk együtt, hogyha őszintén tudunk egymással beszélgetni, hogyha megnyílik a tanár és a gyerek irányába, akkor onnantól kezdve ezek a számunkérések sem fognak a gyerek számára traumát. De sok közös programmal a tanárral azért az valljuk be, azért az nagyon-nagyon szép naivitás. Tehát a sok milyen közös program a tanárral, miközben le kell adni a történelmet, a másiknak meg kell tanulni a három évszázadot, nem tudom. Ez persze, hát ez milyen közös program. Sajnos ez egy másik kérdés. Tehát a közös program a tanárral az a 45 perc, amíg leadja nekem a 20. századot 8-ba, de már rohan tovább, mert már ott van a 21. század, ami szintén kötelező. Maximum az osztályfőnök, elmegyek egy évbe kétszer kirándulni. Szó, mert nálunk ezek rendszeresek. Tehát, hogy mi iskolában az van, hogy gyakorlatilag minden második hétvégén van legalább egy-egy olyan program, kirándulás, mit tudom én, túrázás, stb. Ahol hát ez milyen jó lenne. A gyerekek közelebb tudnak kerülni a tanárhoz. Hát ez jó lenne, ha mindenhol így menne. Én azt mondom, egyébként ehhez olyan pedagógus csatlakozik, aki érzelmileg intelligensebb, tehát felméri és felismeri azt, hogy a gyerekeknek szüksége van ezekre a fajta oldásokra. És utána néztem a honlapjukon, mert én egyébként eleve szkeptikus voltam azzal, hogy a boldogság az tanítható-e. Tehát, hogyha most neked azt mondják, hogy akkor... Hogyne.
hogy legyél boldogabb, de állítólag, tehát hogy nem erről van szó, hogy akkor egy ilyen hurrá optimizmus, és akkor konfetti dobálunk 45 percen keresztül, hanem tényleg kifejezetten célirányosan módszereket tanítanak. Tehát például ugye azt mondtam, hogy havonta egy óra van, én egyébként ezt az erkölcstanba simán beépíteném, tehát szerintem ez egy tök jó módja lehetne, akkor lehetne ezt tanítani, de hogy tematikusan haladnak. Tehát például ilyen órák vannak, hogy boldogság fokozó hála, akkor a második, hogy optimizmus gyakorlása, kapcsolatok ápolása, megbocsátás, apró örömök élvezete, tehát olyan dolgokra irányítja rá a figyelmet és fókuszál, ami ott van körülötted, de nem veszed észre. És de jó lenne. Istenem, de jó havi, lenne. Havi egyszer egy ilyet megcsinálni, úgy, hogy egyébként a gyerek abba megy haza, hogy anyu otthon törleli a kezét, hogy megint részeg apu, meg jó. A lábát föltéve. Ez szomorú magyar valóság, amit festesz az életben. De ilyen alapon akkor egy se? Nem egy. Tehát ilyen alapon akkor egy se, ha arra majd haza, akkor egy se legyen? Nem. Legalább legyen csak egy. Nem, csak ez nem, szerintem alapvetően ez nem az iskola feladata, hanem a jó családból, ha jössz, akkor erre nincs szükséged. Mi van, ha a szülő nem elég tudatos, mi van, ha a szülő nem ismeri a lelki folyamatokat, mi van, ha a szülő nem tudja, hogy mikor szorongok, mikor vagyok neurotikus, mikor vagyok boldog, kvázi nem tudom átadni a gyereknek. Nem tudja meg az édesapád, akikkel együtt élsz. Hát azért az egy tudatossági szint, hogy te felismerd a saját lelked folyamatokat. De akkor a gyereknek hogy tanítom meg, ha... És akkor a havi egyszer veled találkozó tanár fogja majd fölismerni. Igen. Nem fölismeri, hanem azt mondja, Pistike, ide figyelj. Ha boldogtalan vagy, annak ez is ez az oka. Ha azt mondod, hogy ma viszont örülök annak, hogy szép az idő egyébként, szép a tesóm, és van hol lakni, megtanulsz boldognak lenni, mert ez egy tudatállapot, amit meg kell tanulnod, majd a gyerek hazamegy, és igaz, hogy hülyeséget hall az anyjától, de valamire az iskola felkészíti. Az iskola valódi célja, ez kellene, hogy legyen. Az anyjától, nem veszem el az anyjától, hanem azt mondom, hogy plusz lehetőséget adok, ha az anyja nem tudja neki ezt otthon megtanítani. Hát érted, mi ezért nem a gyerek neki kéne elmenni erre a boldogságból, erre a szülő. Iszonyatosan sok érzelmileg analfabéta szülő van, aki gyereket hogy nevel. Ne? Akkor már legyen egy olyan fórum, ahol egyébként ezt a történetet ki lehet. Nem egy nyelvet fognak beszélni. Nem kell. Ha a gyerekben kinyitod ezt a kaput, egyébként azt mondják, hogy a gyerekek baromi fogékonyak erre a történetre. És ugye azt mondják, hogy 50%-ban genetikailag meghatározott az, hogy te egy optimista vagy egy pesszimista beállítottságú ember vagy. 10% csak az, hogy a környezeted, a társas kapcsolataid milyen hatással vannak rá, és 40%-ban tanulható az, hogy te hogy fogsz hozzáállni a dolgokon az élethez. És havi egy órában. Havi egy órában tanítható. Havi egy órában. De Feri, ha csak havi egyre van lehetőség, igen. Akkor inkább az se legyen, mert havi egyre. Nem azt mondom, hogy ne legyen, hát, csak ne ebbe kapaszkodjatok már. Nem kapaszkodj. Majd havi egy boldogság óra, és akkor a gyerek ma ízé lesz a nem, de most te hát végleteket mondasz, itt nem arról van szó, hogy havi egyben a gyerek megtanul. De megtanul bizonyos lelki folyamatokat felismerni. Megtanul bizonyos lelki folyamatokat kezelni. Megtanul bizonyos lelki folyamatokat megfordítani saját magában, illetve megtanul egy olyan látásmódot, hogy nézhetném így is, de mivel hallottam a boldogság órán, eszembe jut, hogyha így nézem, az nem okoz frusztrációt, irítséget, dühöt, haragot, vagy megtanulom ezen egyébként mindez idáig nem kontrollált érzéseimet elengedni, átalakítani, befolyásolni, vagy nem teret nyerni magamban, hanem sokkal inkább megtanulom mondjuk ezt elengedni és boldogságot sugározni, átadni. Most azon szülők vagytok, akik így elengedik a gyereket. Nem tanítom meg a postán csekket föladni, nem tanítom. Majd az iska, ti mondtátok, most mondtátok, hogy azért van, én nem jártam boldogság órára, tehát nem tudom kontrollálni az érzelmeimet. Megint azt mondjátok, hogy nem baj, majd a szülő, hát a szülő nem érzelmileg nem olyan, ő nem mondja el ezeket, majd az iskola. Feri, de hát ha te szülő vagy és valamit nem tudsz megtanítani, a gyerekednek. Miért kezeljük úgy a gyerekeket, hogy először a szülő tanulja meg, hát ha a szülő nem adhatunk új képességet úgy a gyerek birtokába, hogy a szülő azt otthon nem gyakorolja, adhatunk. Nem befolyásolja, de a szülő a gyereket már felvértezem, és megtanítom kezelni, és lehet, hogy 15 évesen már ő mondja el az anyának, hogy anya, figyelj, nézd, de, az élet szebbik oldala. Legyél, csinálj minden nap egy hála meditációt, és sokkal jobban leszel. Hát miért kezeljük úgy a gyerekeket, hogy tanítsd meg a szülőnek, vagy csak a szülő tudja átadni a gyerek. Nem, a gyerekek nyitottak, befogadóak, iszonyatosan szenzitívek. Két mondattal többet megtanítasz neki, mint egy szülő 10 év alatt. Én például nem tudok gerendán menni. Igen. Szertornában, ezért a Somát szertornára járatom, és nem én akarom megtanítani. Igen. De nem azt gondolom, hogy ettől ő olimpiai bajnok lesz. De ki gondolja azt, hogy ezek föld fölött járó megvilágosodott kisbuták lesznek? Csak adok egy módszert, amivel akár azokká is válhatnak, vagy elindulhatnak az irányba. Igen, csak hogy ne most legyenek... azt várjátok, hogy akkor a szülőkről levettük ezzel a felelősséget. De hogy nem, hogy a szülőkről levettük. Ki mondta,
tudjátok, hogy mert apa nem tudja, meg anya megtanítani, de egyébként nem kizárólagos az a jó pofa ebben a történetben, nem csak gyerekeknek szól, mert hogy ennek a programnak van egy ilyen, egy kommandoz be a boldogságot a munkahelyedre is, meg a szülőknek is. Tehát ez most külön... az, most te meg kommandoztad? Nem tudom, egyébként észrevettek-e rajtam. Milyen jó, hogy ezt negyed óra után mondod. Hát ha szólsz, akkor nem így állok az egész beszélgetéshez, hát akkor magam ödelem a Balázst, hát miért nem mondtad? Ti alapvetően egyébként boldog emberek vagytok? Igen. Nem. A boldogság egy olyan dolog, és itt van az emberek nagy tévedése. És erről fogok írni, mert a következő könyvemben a végre egyszer leülök, és megírom ezt a rovadmányos könyvet, akkor meg fogja mindenki érteni, aki elolvassa, hogy az nem egy olyan állapot, amit te ajándékként kapsz az élettől. A boldogság egy olyan tudatállapot, amit meg kell tanulnod neked agyban megteremteni. Mert a külvilág, a saját vágyaid, az egód, és minden, ami körülöttünk van, az azt mutatja, hogy miért ne legyél boldog, miért vagy boldogtalanabb, miért jobb a másiknak, és mi okod van arra, hogy te szomorú legyél. A boldogság egy tanulható tudatállapot. Ha nem vértezed fel magad, és nem tanulod meg, sosem leszel boldog, még úgysem, hogy minden körülményed megvan, mert az nem jön magától, meg kell magadban így teremteni. Van. És ezt tanulják a gyerekek, hogy nem az van, hogy várom, hogy boldog legyek, hanem tudatilag megpróbálom megteremteni. A körülményeimhez képest és az elvárásaimhoz képest, amik egyeznek, megtanulom megteremteni a boldogságot. Az egy tanulható tudatállapot. Nagyon ritkán jön, és nagyon rövid ideig tart, ha magától érkezik. Ha megtanulod minden nap... Megunnád, ha mindig boldog lennél. Nem így van, hanem az egód mindig talál valamit, amiért azt mondja, hogy most ne legyél. Vagy miért jobb a másiknak. Ha megtanulod, nem talál az egód. Érted? Ezért jó, hogy a gyerekeket tanítják. Akkor, hogy boldogan zárjuk a dolgot. Nem még egyszer mondom, hogy boldog vagyok a boldogság órától, csak picit megint azt érzem, hogy azt mondjuk, hogy az iskola majd megoldja. Az iskola majd megoldja. Érted, és hogy nem a szülő oldja meg. Nem baj, csak egy kicsit azt érzem. Értem, mondj, Gyuri. Még csak annyi, hogy például a felnőtteknek program, és akkor 31 jó cselekedetet, amit egy hónapon keresztül gyakorolhatsz, ilyen apróságok. Mondj valami kedveset egy idegennek. Látogasd meg egy otthonához kötött embert, adományoz használt ruhát, és ezek tényleg olyan apróságok, és akkor ebből mondjuk van 28. És hogyha csatlakozol a programhoz, akkor küldenek neked minden napra valami kis apróságot, aha, hogy aznap milyen szépséget, kedvességet csinálj. Tehát indulj el, lépj ki úgy a lakásból, hogy aznap te leszel az az ember, aki bearanyozza valaki másnak az életét. És egyébként ezek apróságok, de hogy ha egy picit tudatosan odafigyelsz rá, akkor tök jól működnek. Mondjuk én azt gondolom, hogy 0-24-ben folyamatosan optimistának és boldognak nem ez lehet nem lenni. Nem és egy boldog embernek is kellenek néha olyan pillanatok, amikor széttárja a karját, és nagyon neki keseredik, és nagyon-nagyon nyalogatja a sebeit, mert hogy kellenek hullámhegyek és hullámvölgyek. Én szerintem egy elég optimista és boldog ember vagyok. Én állandóan vigyorgok, szerintem az emberek azért is kedvelnek engem, vagy kedvelhetnek engem, mert hogy egy jó természet vagyok, és mosolygós. De azt gondolom, hogy tehát a boldogságot persze 24 órában nem lehet fenntartani, de ezek a módszerek, hogyha folyamatosan kapsz egy ilyen kis emlékeztetőt, akkor talán segítenek. Tetszik a program egyébként. Nem láttam korábban ilyesmit. Azt gondolom, hogy egyébként szerintem lehet, hogy egy erkölcs vagy egy hittanóra helyett talán több létjogosultsága lenne, hogyha ezt valóban egy olyan tanár adja át, aki érzelmileg intelligens. Ez de szívesen egy elmennék ilyen beszélgetéssel. Melyik tanárodat láttál szívesen? Régi tanárait közül ebben a szerepben. Egyiket sem. De ha lenne ilyen beszélgetés gyerekeken, nagyon szívesen elmennék, hogy hol keressék ezt valójában. És nagyon sokat beszélgetek erről benne, hogy tudod ezt magadban megteremteni. És hogy nem szabad hagyni, hogy a külvilág ítélje meg a te lelki állapotodat, a tudatállapotodat, és hogy kell ezeket kivédeni, és saját magadat felvértezni. Szerinted például te sokkal boldogabb ember lehetnél, mint amilyen így ránézésre vagy. Kösz. Nekem egy csomószor van olyan érzésem veled kapcsolatosan, hogy ha én a te helyedben kibújnék a bőrömből, és te nem. De ez egy elvárás. Ez egy prekoncepció, hogy te nézed a világot, nem szabad így nézni. Már van egy elvárásod valakivel szemben, ez nem jó. Tehát elvárnád, vagy azt megítéled, hogy azt mondtad, hogy én az ő helyzetében boldogabb lennék. Kvázi tulajdonképpen feltételezel valamit. Ez már nem egy jó világnézet, ha így nézzük, nem? Nem, hát egyrészt kevésbé ismerjük egymást, kettő, hogy azért az ember itt dolgozik, három azért baromi nagy a teher, hát még az szóval, hogy az ember... Világos, én nem, tehát nem látok rá, hogy neked az hétköznapjaidat mi tölti ki, de hogy én például nálad ritkán látok ilyen nagy csúcsokat.
És az az érzésem, hogyha engem olyasmi ingerek, érzések érnének, mint amilyek neked téged, akkor én sokkal magasabbra hágnék, uh-huh. mint ahogy te hágsz. De lehet, hogy, és nem gondolom, hogy te az a fajta ember vagy, aki belülről robbant, csak hogy szóval én ritkán látom rajtad például azt, hogy repesel. Én mindig repesnék, csak ránézek a rácsos ablakra, és az mindig visszaránt. És aztán elmegy egy egér a szerkesztőségi szobánkba, és akkor azt mondom, hogy hát de jó kedvem lenne, csak gyerekek előbb fogjuk meg az egeret. Szabad egerek vannak nálunk, örülj neki. Érted? De tehát én megnézem kívülről ezt a pénzverdét, és minden nap elsírom magam. De te egy totál ki vagy béküve magaddal, és minden rendben van, és te alapvetően egy nagyon boldog ember nem. vagy. Én így akarok meghalni, hogy ezt érzem, amit mondasz. Hmm. Ha 38 évesen azt érzed, hogy totálisan ki vagy békülve magaddal, ha minden rendben van, és nincs mind melóznod, és még nem szabad mind tökéletesítened, akkor vagy nem érted, hogy mi zajlik benned, vagy becsapod magad. Én ezzel a mondattal akarok meghalni, hogy totálisan ki vagyok békülve magammal, minden rendben van körülöttem, és úgy megyek el, hogy kvázi egészségesebben halok meg, mint ahogy megszülettem. 38 évesen nem. 38 évesen kérdéseket kell keresned, kérdéseket kell találnod, kutatnod kell, folyamatosan elemezni magad és fejlődni. De hogy vagyok ki békülve? Se a külvilággal, se magammal, se semmivel, ami körülöttem zajlik. De már nem a külvilágban és nem a körülöttem álló emberekben keresem a hibát, hanem azon dolgozom, hogy magamat felvértezzem a külvilágban velem szemben álló emberek ellen. Érted? Értem. És a szembenállás nem veszekedést jelent, hanem hogy ne ők határozzák meg a tudatállapotomat, a lényemet, a boldogság szintemet, hanem magamban teremtsem meg pontosan azt, amit uh-huh. te beszélsz. Csak ez nem egy egyszerű feladat. Világos. Tehát is meg kell tanulni. Azt hittem, hogy az lesz majd az utolsó mondatot, hogy de minden válasz ott van a második könyvben. Istenem, egyszerre ülök, megírom már ezt a rohadt könyvet. Tényleg, ebben egy nagyobb fejezetet akarok szentelni a tanulható boldogságnak, mert hogy az egy nagy meló, de csak rajtunk múlik. És igenis, tanítsák a gyerekeket. Tök jó. Tök jó. Mondjuk az is elgondolkodtató és elszomorító, hogy tanítani kell ezt. Dehogy is. Hát... Nem. A gyereknek nem kéne tanítani, mert a gyerek úgy születik. Felítsen. Csak te teszed azzá, hát szorulóvá, neurotikussá, rontod el. Így vagyok az, és tőlem ellesi és elszívja ezeket a negatív energiákat. Ez egy szörnyű. Bizonyám. Uh-huh. Jó, pucér jóga, mikor lesz legközelebb? Estére kolbász, van-e pucér jóga? Mikor mész rút táncolni? Hagyjuk ezt, Juli, ezt úgy se értik. Hagyjuk ezt. Túl sokat éltem vidéken, nem fejlődött ki az agyam. Ezt írta a hallgató, igazad van. Nem, azt írják, hogy nagyon szép nyugodt beszélgetés, egy ilyen ellenálló értelmet. Nem. Gyerekek, ki veled, ki velem, ki Julival, ki Janival ért egyet. Hát ez a műsor ezért. Ez a műsor ezért szép. Tényleg nincs mesztelen jóga, mesztelen szúsítás, semmi, csak ilyen ossói, meg koelói magasságok. Hát most ez volt. Hát jó, ez imádom én ezt is. Jó. Egyszer ilyen a legközelebb majd valami egészen más. Jól tudom. Tereltél az igazi énedet megint. Na, ledobom a textilt. Jól van, Juli. Jól van. No, puszilunk, csáó, jövő héten folytatjuk. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim, ez a Morning Show a Klassz FM-en.